Városismertető családi munkafüzetet készítettek a Korzó Egyesület művészettörténészei a 700 éves kincses város tiszteletére. A munkafüzetben felelhetők a mindennapi élet mozzanatai, szórakozás, lakáskultúra, de a középkori városi életben fontos városfalról és templomról, piacról és vásárokról is információt nyújt. A kiadvány létrejöttét a Bethlen Gábor Alap Pro Transilvania támogatta. A 700 éves város lépésben címet viseli ez a családoknak szóló munkafüzet, amelyben Éliás egy kolozsvári galamb kísér végig a Kolozsvárhoz tartozó, leleményesen feldolgozott történetek és tematikák során. A füzet a 700 évvel ezelőtti Kolozsvár világába nyújt betekintést, és ezt összeköti a jelennel. Próbáltuk a különböző tematikákat egy-egy épület vagy műemlékhez kapcsolni. Így például a várfalakhoz kapcsoltuk a mesterségeket, a lakáskultúrát, bútorokat, életmódot azt a Mátyásházhoz, a vallásos életet és az ünnepeket azt a Szent Mihály templomhoz, illetve van még egy fejezet a piacokról, a vásárokról, értelemszerűen azt a mai terekhez csatoltuk. Barazsúly Viktória, a munkafüzet egyik szerzője elmondta, céljuk felhívni a gyerekek figyelmét a műemlékekre, hiszen akkor lesznek műemlékszerető és védő felnőttek. Az ingyenesen letölthető munkafüzetet a korzo.org.ro honlapon lehet megtalálni.